Idősek világnapja alkalmából köszöntötték Nógrád megye szépkorúit szeptember 26-án a József Attila Művelődési Központ színháztermében. A gála keretében a nemzedékek összefogásának és a szépkorúak tiszteletének fontosságára hívta fel a figyelmet ünnepi köszöntőjében Salgó Tarján polgármestere. Én úgy gondolom, hogy a világnapok sorában az idősekről való megemlékezés egyfajta figyelmeztetés minden nemzedék számára, hogy ne csak egy napon, hanem az év mindegyik napján figyeljünk arra, hogy mit is jelent az időskor, annak milyen gondjai, problémái vannak, hogyan tudunk egymás kezébe kapaszkodva, egymásnak segítve átvészelni nehéz időszakokat, betegséget, családi gondokat, tragédiákat. Én úgy gondolom, hogy ha erre odafigyelünk, meg odafigyelünk arra, hogy az időskor azt a bölcsességet hozza, azt az élettapasztalatot hozza, amelyet jó, hogyha megfogadnak az utánunk következő nemzedékek, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan közösség építése történhet meg kisebb-nagyobb szinten, a családtól egy munkahelyi közösségig, egy nyugdíjas klubig, akár egy egész településig, hogy így egymás kezét fogva, építve, a múltból táplálkozva, a tapasztalatokból, abból a bölcsességből, amelyet az évek, évtizedek során gyűjtöttek, ezt átadva, azt gondolom, hogy bátran lehet lépni a jövőbe. Pécné dr. Gál Ildikó az Európai Parlament alelnökeként köszöntötte Nógrád megye szépkorúit. Úgy érzem, hogy az önök korát nem a naptár számlálja. Amíg tele vannak tettekkel, energiával, programokkal, amiről hallottam is, akkor úgy érzem, hogy önök kora lehet, hogy többet mutat. A naptár többet számlál, de szellemileg, tettekben örök fiatalok maradnak. Az idősek munkájáért és értékes tapasztalatáért mondott köszönetet Becsó Zsolt országgyűlési képviselő. Nincs az esztendőnek olyan napja, amikor az ifjabb nemzeték tagjai nem merítenének az önöktől felénk áradó szeretetükből, sugárzó bölcsességükből, kifogyhatatlan segíteni akarásukból. Tisztelt ünnepeltek! Tudjuk, hogy ez az ország a szüleink, a nagyszüleink munkája nélkül nem itt tartana. Amit mi az életbe elértünk, annak a java a felmenőinknek köszönhető. Az idősek napi gála színes, kulturális és hagyományőrző műsorral zárult. Palánkon nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a jegyző, a másik meg a kapuba neveti, hey! Ha, hogy őt meg a segédjegyző szereti, szereti. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Azóta minden esztendőben világszerte. Ebben az időszakban köszöntik a 60. életévét betöltött embereket, köztük hazánk több mint 2 millió szépkorúját.